Kedves Rita. Héjas Tíme. Nagy Noémi. Rácz Klára. Marfos Mercedes. Borús Barbara. Tavaly augusztus 1-én kezdtem a munkát a Gyula Sport Egyesületnél. A női csapat előző bajnokságban a 6. helyen szerepelt, 13 pontjuk volt mindösszesen, és sok szerencsés dolgom múlott, hogy ilyen jó pozícióba kerültek a lányok. Mikor átvettem, akkor arról volt szó, hogy mindenki marad. Ehhez képest 5 játékos távozott az egyesülettől, pontosabban a csapattól, és ebből 4 igen meghatározó játékos volt, akivel több száz gól elment a következő szezonról. Kocsis Klaudia visszakerült hozzánk, ismét próbáltuk beépíteni a csapat. Ő rajta kívül hozzánk került a Héjas Tíme, aki NB1-es múlttal is rendelkezik, balszélső. Vissza tudott jönni a Lukovicki Beát a irányítóba. A Markos Mercedest is leigazoltuk, aki addig vezette a góllövő listát. Ők meghatározták azért a játék kimenetelét. Gyakorlatilag erősödött a gárda. Buzási Orsolya. Radóti Maria. Asztalos Anna Bella. Csifári Csilla. Csapó Hajnalka. Tavaszi szezonban úgy kezdtük az építkezést, hogy igyekszünk változtatni az eddigi képünkön, igyekszünk eredményesebbek lenni, ennek megfelelően kezdtük a tervezést a támadási munkában és a védekezési munkánkban is. Különböző védekezési variációkat kezdtünk el tanulni, egy 6-os falas védekezés, amiben csapdákat próbálunk beépíteni, egy 3-2-1-es védekezést és az 5-1-es védekezésnek többfajta variációját, eltolt 5-1-et, központi 5-1-et védekezni. Kezdtük a fiatal utánpótlás játékosainkat is megfelelő szintre hozni, technikailag, taktikailag, szellemileg is. Ebben partnerek voltak a lányok, kiemelkedő edzésmunkát végzett a Szabó Leila és a Borús Barbara. Mindkettőnek a játékhoz való hozzáállása, a felfogása maximálisan pozitív irányba tolódott el. Odáig jutottunk, hogy már a Borús Barbara meghatározó szerepet tud vállalni a felnőtt csapatunknál. A Szabó Leila is remekül beilleszkedett a csapatba, felnőttek elfogadták, és nagyon jól helyettesíti a Lukovicki Beát, aki egyébként most egy új fazont adott ennek a csapatnak. Nagyon jó csapatot sikerült ezáltal kiépítenünk. Együtt van a csapat, úgy érzem, jól dolgoznak a lányok. Ez mi sem bizonyítja jobban, mint a tavaszi szezonban jelenleg van 2 vereségünk és 8 győzelmünk. Most úgy tűnik, hogy hátra van még a szolnoki mérkőzésünk, de úgy tűnik, hogy a 6. helyre tudunk előrelépni, ami a tavalyi idényhez képest, mint helyezés, beállítottuk a tavalyi helyezésünket, viszont ha abszolváljuk a szolnoki mérkőzésünket, akkor 11 ponttal többet gyűjtöttünk, mint az előző évben gyűjtött a gyulai csapat. Mennyivel változott, ugye főleg játékosok szempontjából sok új játékos jött, illetve edzőcsere is volt Barna Károly személyében. Karcsit én régóta ismerem, és én nagyon örültem, hogy ő idejött. Sok minden változott, tehát minden felfogásbeli és hozzáállásbeli változások történtek. Jobban rákoncentráltunk a védekezésre, tehát neki ez a mindene úgymond, tehát ez a védekezés, és utána kis gólokkal nyerjük meg egy mérkőzést. Sokat gyorsultunk, új figurákat találtunk ki, ami még jobban gyorsította a játékunkat, és hozzá segített a további sikerekhez. Tavalyihoz képest több jobb teljesítményt nyújtó tudó játékos érkezett, és ezért
kevesebb a felelősség igazából rajtam. Én, mint ifjúkorú játékos úgy érzem, hogy a felnőtt csapat nagyon befogadó, és nagyon sokat segítettek nekem is, hogy még jobban be tudjak illeszkedni. Hát még egy mérkőzésünk van jövő hétvégén a Szolnok ellen, én nagyon bízom benne, hogy azt meg tudjuk nyerni, tehát az kötelező győzelemnek kell, hogy legyen. Hát a jövőre nézve pedig nagyon bízom benne, hogy egy nagyon jó csapat fog összekovácsolódni, ami már most úgy, ahogy én, ahogy értem és látom, alakul. Jövőre szerintem ez még, ha ez a csapat együtt marad, akkor jövőre ez még jobb lesz. Képzeljük el, hogy szeretnénk együtt tartani ezt a csapatot. Mindig az a legerősebb igazolás, amikor egy csapatot egyben tudsz tartani. Sok munkát tettünk már bele, kár lenne, hogyha ettől a csapattól bármelyik játékosunk is megválna. A belső hármas pozíciót szeretnénk még megerősíteni, hogy a mostan nagyon sok szerepet vállaló játékosokról kicsit a teher lekerüljön, fölszabadultabban tudjanak játszani, többet tudjanak pihenni. A kapusaink is fontolgatják, hogy abba hagyják ezt a sportot, és ők azért meghatározóak ebben a mezőnyben, meghatározó két kapusunk van. Helyettük nagyon nehezen fogunk ilyeneket találni. Az ifjúsági játékosainkat tovább próbáljuk erősíteni a csapatba illesztéssel. Az eddigi játékosok, a Boruss Barbara, a Szabó Leila, a Gyepes Rita és a Nagy Izabella mellé, hát ha sikerül még játékosokat felhozni. A csapatnak a legfőbb dolga lesz a jövőben ezt a kemény védekezésünket még pontosabbá, még agresszívibbá tenni, és azt szeretnénk, hogy ebből a jó védekezésből könnyű gólokat tudjunk szerezni. Ez a csapat egybe fog maradni. Én azt hiszem, hogy ide Gyulára senki nem jöhet biztosra, tehát nem fogunk alárendelt szerepet játszani egyik csapattal szemben sem. Nagyon hálások vagyunk a hazai közönségnek, és külön megköszönjük a mérkőzéseken nyújtott támogatást. Mint a jövőben is úgy gondolom, hogy olyan játékot akarunk játszani, amivel méltók leszünk az ő elismerésére. Olyan mérkőzés nem létezik, ahol mi ne akarjunk nyerni.